Vas Szabolcs kishegyesi képzőművész képeiben a Gicshez nyúl, mint fogalmaz, a vidék szellemiségét gyúrja alkotássá, Rokoni Lonkán, egy az online térben készült fiktív karakteren keresztül, a vajdasági nyelviességgel ötvözve. Tulajdonképpen ez plagizálás, de nem tudtam, hogy hol van ennek a, ezeknek a visszacsengéseknek a határa, tehát hogy ezt vajon én hallottam egyedül, vagy más is hallotta már, és akkor kialakítottam egy olyan koreográfiát, hogy a háromszor vagy négyszer hallottam egy ilyen mondást, földrajzak, tehát valaki Szabadkaitól, de ugyanakkor Újvidéktől, vagy Hegyestől, Topolyaitól, akkor úgy gondoltam, hogy ez valószínű, hogy ilyen univerzális klisé lehet, szóval akkor elkezdtem egyezni és koncentrálni ezekre a dolgokra. Az interneten posztolt képekből válogatás került a Rokoni Lonka Evangéliuma című könyvbe, de új munkák, illetve elemzések is szerepelnek a kiadványban. Teljesen más formát nyer ez a könyv így, mivel hogy én alapvető koncepcióban ugye a cyber barokkot és a cyber gicset kutattam, szóval ez Facebookon működik, vagyis ott a térben, ott működik, most könyvformában így teljesen új dimenziót kap ennek a tematikája. A könyv záró akkordja a Rokoni Lonka projektumnak, mondja a képzőművész, aki hozzátette, jelenleg a transhumanizmus foglalkoztatja alkotói pályáján.